Még 2016-ban indított pályázatot a Közlekedéstudományi Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága azzal a céllal, hogy felkészítsék az óvodásokat a biztonságos közlekedésre. A projekt a pedagógusok részére olyan szakmai támogatást is nyújtott, aminek segítségével a közlekedésbiztonsági ismereteket közérthető módon tudták átadni a középső és nagycsoportos korú óvodás gyerekek számára. 2021-ben kiírt pályázatra országos szinten számos intézmény jelentkezett. Tolna megye is csatlakozott ehhez a programhoz, amelynek elsődleges célja az, hogy már óvodáskorban tanítsuk meg a gyerekeket a biztonságos közlekedésre, és ez a mindennapi nevelésükbe is beivódjon. A program keretében az óvodapedagógusok rendszeresen képzéseken vehetnek részt, és azok az óvodák, amelyeknek pedagógusai ezeket a programokat elsajátították, a biztonságos óvodatábláját kapják meg, melyet kihelyezhetnek saját óvodájukra. 2021-ben Tolna megyéből összesen 7 óvoda csatlakozott ehhez a programhoz, köztük a tolnai Pittypang óvoda is. Badics Linda telephelyvezető kezdeményezésére csatlakoztak a pályázathoz, aki elmondta, hogy egy kolléganőjével közösen elvégezték a projekthez szükséges képzést. Az általános felmérő után egy kinti és 2 benti feladatkört kellett elvégeztetni a gyerekekkel, minél részletesebben átadni számukra az új információkat. Miután ezeket a játékokat elvégeztük, fényképekkel dokumentáltuk, amiket az Országos Rendőrfőkapitányság felé továbbítanunk kellett, utána ismételten el kellett végezzük velük ezt az általános tudásszint felmérőt, hogy honnan, hová jutottunk el a gyerekekkel. És a végére tényleg egy olyan pozitív visszacsatolást kaptunk, hogy fejlődtek nagyon sokat, és egyre színesebb lett az ismeretük ebben ezen a téren. A biztonságos óvoda elismerő címet Bótáné Kis Gabriella, rendőr alezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának balesetmegelőzési előadója és a Tolna megyei balesetmegelőzési bizottságának titkára a napokban adta át az intézmények képviselőinek.